vendégeim. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos szombati előrehozott adventi ünnepségen. Idén immáron 6. alkalommal jön össze községünk, talán mondhatni összetartó kis közössége, akik talán megpróbálnak részt venni, részt kívánni, részt vállalni abból, hogy milyen is várakozni. Milyen is várakozni, mert várakozni, ha valaki úgy gondolja, az egy szent dolog is lehet. Az idei év a megszokott hagyományok mellett, ha körülnézünk, úgyis látjuk, hogy pontosan miről beszélünk, egy kicsit eltér az eddigiektől. Talán a meghívókban mindenki láthatta, hogy a vendégek, a szónokok, azok lelki pásztorok lesznek. Én adventről alapvetően nem szeretnék beszélni, mert nem az én tisztem. Azt viszont mindenképpen nagyon fontos tudni, hogy advent tekintetében nagyon sok tudója van a fogalomnak, illetve az üzenetnek, de nekünk hívő keresztény embereknek elsősorban nem a csalókan szirén hangoknak kell hinni ezügyben, hanem elsősorban tiszta, igaz forrásból kell merítenünk. És azt hiszem, hogy hétről hétre, vasárnapról vasárnapra a lelkipásztorok ebből a tiszta forrásból tudnak meríteni, és el tudják vinni, el tudják juttatni önökhöz azokat az üzeneteket, amivel az Urat várjuk karácsonyig. A műsorrendet tekintve első ízben a iskolások egy adventi énekkel kezdenek. Majd ezt követően felkérem apát urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. És ezt követően a gyertyagyújtás után pedig az általános iskola alsó tagozatos diákjai megtartják ünnepi műsorokat. Köszönjük szépen és jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Kedves híveim, kedves ünneplők! Advent az egyházi év kezdete. Röviden meghatározva, az egyház pedig az Isten népe. Azok tartoznak hozzá, akik hiszik, hogy Jézusban a második isteni személyt testesült meg és emberré lett. Amiért én most itt vagyok, itt állok előttetek, csak azok fogják megérteni, akik nem csak egyszerűen megkeresztelkedtek, de azt is elfogadták, hogy Isten gyermekévé fogadta őket, és ők úgy akarnak élni valóban, mint Isten gyermekei. Adventet, az adventi koszorú jelképezi röviden, zöld fenyőből készül, ül a szalagokkal átkötve, négy gyertyával. Zöld és kerek az örökké valóságra utal,
mert nincs kezdete és nincs vége. A gyertyafényben elfelejtjük, mi hívjuk a földi időt, és a végtelen felé tárjuk a kezünket. Csak milyen kerek és zöld ez az adventi koszorú, ilyennek kell lenni az életünknek is. Istentől indul, és Istenhez megy vissza. Az advent latin szó érkezés jelent, és az Úr Jézus érkezésére vonatkoztatjuk. Első eljövetelével, megjelenésével eljött közénk megváltásukra. Végső eljövetelével majd eljön ítélni és jutalmazni, vagy büntetni. A kettő eljövetel között van egy másfajta eljövetel, úrérkezés, a kegyelmi megjelenés. Lelkünkben úgy megy végre, hogy az Isten megérinti belsőleg világunkat. Most ennek az adventnek van az ideje, mikor az Úr jelenik meg, és leginkább karácsonykor fogjuk majd az isteni, a Isten Jézus születésékor megérteni és megszeretni őt. A szó legnemesebb értelmében adventja tehát csak annak a hívő embernek van, vagy lesz, aki fokozatosan készül az ünnepre. Nagyon sokan szellemi és lelki sötétségben élnek. Bárminek is, vagy bárkinek is nevezik magukat, mert a tudatlanság és a lelki sötétség önti el őket. Ezeknek nagy szükségük lenne az égi fényekre, hogy az adventi koszorú gyertyáinak a fénye üzze el szívükből a tudatlanságot, a lelki békétlenséget, sötétséget. Az adventi fénye gyógyítana. Az első gyertyalánka majd megnyújtjuk, a bűnbánatnak a fénye. Amikor az ember megalázkodik, és beismeri bűnét. A bűnbánat lángjaiban elégeti bűneit. Ez a legnehezebb tettek egyike, nagyon jól tudjátok ki magatok is. Amikor az ember kijelenti, hibáztam, bűnt követtem el, vállalom a felelősséget, a felelősségre vonás. A bűnbánat fénye jelzi, hogy megtisztult szívembe közeledik az isteni Istennek. A második gyertya a bizalom fénye lesz. Isten atyai szeretetében gondolataimat Istenre bízom. A harmadik az öröm fénye, hogy nem vagyok kivetett a vak sorsra bízva. Az Isten fia hozzám érkezik. És a negyedik gyertya az adventi várakozás fénye. Igen, vágy ébred bennünk az igazi krisztusi élet után. Most ez a legfontosabb ebben az idei adventben. Igen, körülöttünk minden mást akar, minden másra figyel, utal. Minden arra törekszik, hogy megakadályozzon bennünket. Talán nagyon közelben is. Talán még a családon belül is. Hogy az isteni Istennek a fényébe vonzásába kerüljünk. Hogy jobbak legyünk. Szemben rádöbbenünk, hogy itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Alkalmat találjunk a jó tettekre, az áldozatok árán is. Kedves ügyelők, kedves hallgatóim! Ha most valaki közületet megkérdezték,
milyen volt az első adventi készület karácsonyra a Kőssárkányban, midőn azt csak annyit tudnék válaszolni, hogy összehasonlítatlanul más az az első, és még talán utána 10-15 advent, mint a mai 39. Azt a másságot elsősorban lelki szempontból mondom, akkor az még más volt, és nem volt, akkor az még a kis Jézus születésére való készület, a jóra való törekvés ideje volt. Akkor még sokan tudtak szívből örülni karácsonynak. Ezt elsősorban visszaemlékezve az iskolás gyereket és részben a fiatalabbakban láttam, ahol a szülők is készültek a karácsonyra. Ma csak nagyon keveset látok abból a készületből. Mi idős vagy idősebb emberek egykor mind gyermekek nagyon tudtunk örülni valami kicsi dolognak is. Talán valami iskolai eszköznek, amire különben is szükségünk volt, vagy egy kis ruhadarabra, keszkőre, sárra, sapkára. Értetlenül nézzük a mai gyerekeket és a fiatalokat, akik közül sokan ma a szuper tévé készüléket előtt vágyakozva nézik, vagy talán már birtokolják a szuper motorkerékpárokat és autókat, és nem tudnak szívből örülni karácsonykor, mert nincs hitbeli hátterük. Igen, nincs hitbeli hátterük, ezért nem tudnak örülni, mert nincsenek hívő szülők, hívő tanítók, tisztelet a kivételnek. Igen, akik Krisztus szeretve, őket is szívből szeretnék, és most, amikor sokakban felvetődik a kérdés, jaj, mit tudunk karácsonyra adni azoknak, akiket szeretünk, gondoljunk arra, hogy nem egy napra szól a karácsony, hanem 365 napra. A legértékesebb ajándék, amit embertársainknak adhatunk mi emberek, természetesen az, amiről Szent Pál olyan szépen megírta, minden elmúlik, de az nem múlik el soha. Örök a szeretet. Mi lelkipásztoraink sok emberrel foglalkozunk, halljuk, hogy az emberekben sok belé folytott szeretet van, amit nem mernek, vagy nem tudnak megmutatni, mert nem tanították meg őket. Hogyan mutassák meg szeretetüket? Csak a kemény életre tanítottak sokakat, aki bírja marja, és nem törődik a másikkal. Az életemből hozok ide egy szép példát. Valahol, valamikor a feleségének a temetését jött hozzám bejelenteni a férje. Infarktusból halt meg hirtelen. És amikor egy kicsit elbeszélgettünk, ezt mondta, nagyon szerettem. És ritkán láttam férfit úgy zokogni, igazán mély férfi zokogással. Nem tudtam megmutatni neki, mondta, hogy mennyire szeret. És sírt. Kedves mindannyian, és amikor láttam hatalmas koszorúját,
a koporsón, arra gondoltam, hogy az az asszony, a feleség, hányszor örülhetett volna, ha életében szálonként kapta volna meg a virágokat. Ezt is meg kell tanulnunk sokaknak. Néha kimondani egy kedves szót a szánkon, átadni egy kedves mosolyt, megsimogatni dolgos, fáradt kezét. Higgyétek el, így tehetjük, tehetünk 360 napossal a karácsony, a szeretet ünnepét. Ha merjük kimutatni szeretetünket, megmutatni, tenni egy kedves mozdulatot, egy mosoly, egy szál virággal, egy kis akármivel, mivel örömet szerzünk valakinek. Az ilyen szeretet ajándék értékét nem az ára teszi drágává, az a szeretet aranyától lesz igazán királyi ajándék. Nekünk hívőknek igazán ezek jelentik az adventet. Kezdjük el adventünket építeni ott, ahol élünk, ahol vagyunk, dolgozunk. Rendelkezésre állni fel a barátainknak egész magunkkal. Nem azért, mert az jó, kedves, szeretnivaló az a másik ember, hanem azért, mert mellé rendelt az Isten, mint szülőt, hitvest, munkatársamat, egyszerűen, mint a fele barátod. Rendelkezésére állok, Istenem, foglalta össze, fogalmazta meg az orvos és misszionárius élethivatását Albert Schweitzer az afrikai betegek között. Ugyanígy Teréz anya, ők az elhagyottak, az utcára kitett betegek között, ők ott a nyomorult betegek között szerették az Istent, és az Istent bennük szerették az emberek, ahol ilyen szeretet történik, ott látható válik az Isten, mert az Isten a szeretet. Ilyen értelemben kell értenünk annak az öreg benszülöttnek ott Afrikában valamikor, amikor a kezelése után itt szól a fehér doktornak, Schweitzernek: köszönöm, Jézus! Schweitzer elmosolyodva mondta neki: nem én vagyok Jézus, csak azt teszem, amit ő Istennek ösztetek. Mire az öreg benszülött azt felelte: nekem te vagy Jézus, mert téged látlak, mert szeretsz. Kedves mindannyian, higgyétek el, hogy ott és akkor a nagy fehér doktorban lett testé az Isten szeretete. Kedves mindannyian, szerettem volna nektek megmutatni, hogy mit jelent a hívő embernek az advent. Az Isten fia emberé lett, mint megtestesült szeretet. Ez ragadja meg szíveteket, és így rá az életetek, amíg nem késő.
közmondás a szabad embereknek a példák megmaradnak, vonzanak. Vigyétek magatokkal a következő gyönyörű kis történetet. Igaz volt. A háború utáni első karácsonyán történt Németországban. Egy lelkipásztor meglátogatott egy családot, és elmondta, hogy a kórházba fog menni, ahol olyan gyermekeket ápolnak, akik a második világháborúban sérültek meg, veszítették el minden hozzátartozójukat. Hallotta ezt a család 5 éves kis leánya, és arra kérte az atyát, hogy egy kis Jézus fiúrát adja az egyik árva kis gyereknek ott a kórházban. A kórházban a nővérek egy olyan kislányt mutattak neki, akit egy bombázás után a romok alól ástak ki. Azóta a kislány nem beszél, és egy mosoly sincs az arcán. Még mindig az iszonyatos sok alatt áll. Az atya beszélt hozzá, beszélt, vigasztalta, hogy meggyógyult, de a kislány csak mereved nézett maga elé. Ekkor jutott eszébe az atyának a kis Jézus figura. Kivette zsebéből, és a kislány felé nyújtotta. Az ránézett, kisimultak vonásai, és megszólalt. Hozzám jöttél, nekem adott. Majd a karjára fektette a betolyált kisdedet, kis Jézust. Szívére szorította, aztán megeredtek a könnyei. Az atya aztán még elmondta később azt is, hogy hogyan gyógyult meg, de az indulás ez volt, hogy ő megértette, hogy hozzájött, és ő kap valamit. Kedves hölgyeim, kedves hallgatóim, a kislány két kérdéséből hozzájöttél, nekem adod, benne rejlik a karácsony titka, higgyétek el, ő hozzánk jött. Isten nekünk adta önmagát egy kisgyermekben, nem titokzatos, érthetetlen módon, hanem szabad szemmel láthatóan egy kisgyermekben, akit mindenki szerethet. Az a beteg kislány, akinek senki sem maradt, és a föld minden szörnyűségét kellett elszenvednie, pici korában átélhette a szeretet nagy csodáját, hogy neki is van valaki, aki csak őt keresi, és hozott neki valamit, sőt, nem is valamit, hanem ha szimbolikusan is, egy kis befolyát, baba formájában Jézust, a betlehemi kisdedet. Kedves mindannyian, hát erről van szó Adventben. Ezt ne felejtjétek egy pillanatra se. Lehet valaki egyedül, lehet betegen, idősen, és mondhatja, hogy majd megszakad a szívem karácsonykor, mégis átélhető ő is, hogy valaki hozzád jött, valaki hozzájött. Neki is hozott valamit, ami csak az övé, aki kisgyermekké lett érte is, akit mindenki magához ölelhet, és aki önzetlenül mindenkit szeret. Neki fontosak vagyunk, nagyon fontosak. Kísérjen el benneteket Adventben,
ez a gyönyörű történet élelje még bennetek is az áldozatos szeretet tetteit, hogy igaz és szép 365 napos karácsonya legyen minden jó akaratú embernek. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor tettem. A szeretetnek csillagára nézek. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Advent első vasárnapja van, az advent szó jelentése Úr jövet, jelenti a várakozást, a felkészülést az Úr kegyelemhozó eljövetelére. Szent Ágoston így ír erről, e napokban tegyünk több jót, minden haragot és gyűlöletet, mint a sátán mérgét, vessük ki szívünkből, amennyire lehet, Isten segítségével tisztítsuk meg testünket és lelkünket, hogy az égi vendéglátó semmi kivetnivaló szennyet, rothadást, takargatott piszkot ne találjon bennünk. Éljünk mindenkivel békességben, akiről tudjuk, hogy haragot tart, azt próbáljuk meg kibékíteni. Ha ezt Krisztus segítségével megtesszük, most nyugodt lelki ismerettel közeledhetünk az Úr oltárához, és örömmel léphetünk be az eljövendő boldogságba. Meggyújtottuk az első gyertyát, ragyog a szeretett titok, az életeden úgy dereng át, van még egy teljes hónapod. A tetteidben, ami jó van, gyűjtsél össze gondolatot, szíved a gyertyafényben lobban, van még egy teljes hónapod. És árnya nincsenek a fénynek, lángol a szeretett titok, mit viszel a karácsonyébe? Van még egy teljes hónapod. Ködös hajnalórák, tejszínű reggelek, a földön sárguló, elkínzott levelek. Az ég hólyag szemén nem tör át a nap, sugárnyalábja felhőtlen megakad. Az ősz lassan lépked, majd télbe borul, és ahogy megvirrad, be is alkonul. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek a tócsák fodrozódó foltján. De a hétköznapok bágyat szürkesége nem törheti meg azt, ami bennünk béke, lelkünkben reménység, szívünkben áldás, ránk köszöntött advent, boldog karácsony várás.
Ébren emlékezünk rosszra, szépre és a jóra. A múló idő, tova tűnő véges útján járunk, alig veszünk észre, valamire egyre várunk. Pedig annyi szív, köti földi figyelmünket, annyi elmutatja, merre kell útra kelnünk. Annyi kedves hívás, ébrezgeti ősi álmunk, alig vesszük észre, valamire egyre várunk. Fürge lábú már, gyakran gőzbe párad, szívünk vágya, nyitni szerte árad. Üresen szegényen, dél tovább megállunk, és öregő szívvel rád, uram, tovább várunk. Jöjjön, jöjjek, a drága Isten gyermek, úr és nagy király, földet itt lent, hogy égi módon teljesült a földi álmát. Várunk valamit, kicsinyek nagyot, fekete égre, fényes csillagot, ködös éjjelre, hajna a bíborát, arancsárlakba az örömborát. Várunk valakit, gyermeket a gyermek, gyermeket a nagyok, gyermekké lesznek. Valakit, aki az éjjelre hajnal, aki az égen nap tűsugarakkal, aki sellegünkben az öröm bora, akit nem ün meg a lelkünk soha. Várunk valakit, várunk, néma várgyal, amit még nem várt senkit, soha senkit, akiről tudjuk. Írva vagyunk róla, bölcsője jászol, szegény rajta pólya, és lelkünk, szívünk ért elfed, várunk egy gyermeket. Karácsonyi eljöjj már, karácsonyi eljöjj már.
sok ablakos, minden este nyitunk egy ablakot, bent melegen kis fehér gyertyalángol, és árad a fény minden ablakából. Kis ablakokkal versenyt fénylenek, csodába bámuló gyermek szemek. Ablaktábláim biztató írás, elő a mennyekből a Mesiás, és a nevét nevezik csodálatosnak, felemeli, akit megtaposnak, és a békesség fejedelme lesz, szabadulást hoz, életet szerez. Telnek a percek, múlnak a napok, sorra kinyílnak, mint az ablakok. Ahány kis ablak, annyi szent ígéret, hívnak, biztatnak, csodákat beszélnek. Mi elhítattal álljuk mind körül, a ház sugárzik, és a szív örül. Fehér falára festve sok gyerek, mind Betlehem felé igyekszenek. Havas fenyő köz kigyalog, kiszárnul, kéz a kézbe, hogy kis kezük ne fázol. Sietve mennek mind a pásztorok, piros orcájuk vízbe mosolyog. De én egy másikat is ismerek, nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. Van-e gondom sok sötét ablakára, hiszen itt a karácsony nem sokára. Nyitom-e sorra minden egy napon, Krisztusra váró lélek ablakom. Mert ez a lelkem is adventi ház, és ha elalszik, hogyha nem vigyáz, olyan sötét lesz karácsony estén, a fényt vigasz, hiába is keresztén. Ha majd minden szem, minden szív vagyok, akkor siratnám, hogy sötét vagyok. Sötét lelkemen, sötét ablakok, táruljatok, örömre nyíljatok, ne legyen egy se zord, se egy se zárva, ragyogjon, mint a Messiásra várva. Sötét árventi ház, sok ablakos, minden este nyíljék egy ablakot. Thank you.
november, kopogtat december, a remény csillaggal ragyog a szemekben. Ahogy a megváltó érkezését várták, úgy várja mindenki szíve titkos vágyát. Jöjj el hát, oly rég vár békesség, szeretet tette, boldogabb be a jó embereket. Tisztítsa meg lelkünk az ünnep várása, a frissen hullott hó karácsony varázsa. Felejtsünk haragot, sértődés bánatot, tanuljunk Jézustól sok-sok alázatot. Tanuljuk meg tőle, mi a megbocsájtás, ne legyen közöttünk veszekedés, bántás. Adventnek idején győzzön a szeretet, tegyük boldogabbá, aki velünk lehet. Fedje be a rosszat, csillog a ólepe, hiszen decemberben minden szívünnepe. Ne legyen a szívünkben fájdalom és ború, legyen a karácsony szeretet koszorú. Thank you.
ezzel meghívom Önöket a következő adventi gyertyagyújtásra, ami jövő héten vasárnap délután 4 órakor kezdődik.